Sziasztok! Itt vagyok Budapesten. Most szálltam le nemrég a buszról. Kicsikét rendbe tettem magamat a fürdő, mosdóba, vagy mi ez. És most igazából megyek majd a klinikáknál, vagyis ott a, hogy nevezik ezt, Korvin negyedhez megyek, mivel ott vár majd anyum. És igen, ígértem nektek egy ilyen őszinte plesték vlogot. De most először is ki kéne innen kavarodnom, hiszen én nem vagyok hozzászokva ehhez, ugyanis én, mint ilyen, hogy nevezzem magamat, falusi, vagyis hát nem falusi, hanem végülis városban lakok, csak vidéknek nevezik, azt tényleg eszembe jutott. És nekem ez a tömegközlekedés még újdonság. Eleve nem is vagyok hozzászokva, viszont majd itt lesz mögöttem az Arena Plaza és a vásár. És nem egy eléggé izgi háttér és eléggé jó helyen kezdtem el a videót. És egy-két kérdésre válaszolok nektek, hogy mikor lesz a videó anyával. Ma elvileg reagálni fog a hajamra. És elvileg akkor így beszélni fogunk erről anyával részletesen, hogy mit szól a hajamhoz, stb. És arra gondoltam, hogy akkor gyorsan válaszolok egy-két rajongói levélre. Egy az, hogy rengetegen írjátok, hogy rajongtok értem. Nem tudom, hogy ez így mennyire egészséges, de nagyon szépen. Igen. Arról igaz? Oké. Okay. Hogy rajongtok értem, ennek nagyon örülök, és köszönöm szépen. És tényleg drukkolok nektek, hogy sikerüljen az álmaitok elérése, hogy minden, amit kívántok, az beteljesüljön az életetekbe, és ja, tehát majd ezt a vlogot folytatom. Tíz, Budapest. Na, itt vagyok Budapesten. Épp most ment el a metró, viszont megvárom következőt, addig pedig folytatom az előző vlogot, ugye ez nem a pár random kényrólon, ugye a smink meg ezek, hanem na, ezt a videót viszont a smink meg a pár kényt, viszont az eredeteket a YouTube csatornára teszem ki, tehát majd belinkelem. És itt vagyok a föld alattiba. Gyorsan köszönök nektek, nem sokára jön a következő metró. Tehát ezt imádom Budapestból, sohasem onnan nem lehet elkésni, hiszen mindig jön valami. Salgott aljára, ez nem így van. Ott, ha lekésed a busz, 2 órát várhatsz, vagy 1 órát, attól függ, hogy jön a vonat. Mivel vonatok sem nagyon járnak, nagyon ritka, tehát így egy nap vagy 10, de az egy nagyon, nagyon rossz időpontokban. Buszok nagyon kevés van, ezért mindig gyalog megyek, illetve én szeretem gyalogolni, ilyenkor a zenét hallgatok, kicsit kikapcsolódom, feltöltődöm, és jól érzem magam így. És arra gondoltam, hogy majd folytatom még a vlogot, ha leszállom a metróról, viszont átszállással megyek, tehát a Mária utcán fogok még videózni, és majd későbbiekben anyával még itt barangolok Budapesten, tehát ma egész nap fenn leszek Budapesten, és majd próbálok videózni, mondjuk attól függ, hogy hol, hogy van rá lehetőség, hiszen azért anyától függök most, hogy mit fog reagálni erre az kicsit fura fekete hajat, nem tudom, eleve, hogy fufrot vágattam magamnak, kivágtam le magamnak a fufromot, ugye magamnak csináltam, de ezt láttátok is az egyik videómban, igaz, hogy angolul tettem ki a címet, viszont ez azért van, hogy mivel Magyarországon kevésbé vannak emók, így a külföldön több emó van, mint Magyarországon, ezt ugye tudjuk. Azt is tudjuk, hogy miért. És jön is közben a metrón, felszállok, itt el fog előttem suhanni. Tehát már onnan jön a metró. Csésés metró, folytatjuk a vlogot. Emó, kezdeket fel! Yeah! I am the emó. Emó vagyok, I am emó. Igen. Ezt hozzá tudnék szokni. Ciao, Mao! Na, tovább is indulunk a pesti utunk során. Ott ez a nagyon szép díszes épület. Itt vagyok az Üllői úton. Üllő. Igazából üllő, de mindegy. Na. Itt most kicsit le is állok, hogy videózni tudjak egy kicsit. Na, innentől már nem sok van, hogy anyával találkozzak. De veszek még egy bombont, viszont azt nem neki, hanem másnak. Arról nem lesz most videó. Na mindegy. Viszont együtt fogjuk kiválasztani, tehát így videóban megmutatom nektek. Ha lehet bent videózni a plázában, nem tudom. Tényleg kicsit béna vagyok Budapesthez, hiszen nem ez vagyok hozzászokva, és nem is itt, tehát nem is itt nőttem föl. Nekem ez kicsikét még idegen környezet, de egyébként ahhoz képest, hogy kicsikét eltévedtem, mert rossz metróra szálltam, ahhoz képest elég jól megoldottam, és segítség nélkül eligazodtam, tehát
Tehát már Salgótarjánba is tévedtem el annó, és akkor is megoldottam, hál' Istennek jól tájékozódom. Na de, anyukám nem sokára reagál erre a remek műre. Nagyon kíváncsi vagyok. Túl tovább, na itt vagyok az Üllői úton, itt vagyok közben a, hova kell jönni a nyához. És igen, volt neki egy rutinvizsgálat, mindegy. Itt volt pár napot, én pedig most jövök érte. Milyen kedves vagyok, igaz? Ezt is elmondom nektek, hogy anyukámnak segítek. Vagyis amiben tudok, tényleg segítek. Otthon is rendet raktam minden, de ugye egy videósnak alap dolga, hogy mindig rendet tartson, amennyire ez lehetséges egy panellakásba. Viszont most megyünk bombont venni, tájékozottam, nem minden boltba lehet videózni, viszont fényképeket talán tudok csatolni majd, de lehet, hogy csak az ajándékot mutatom meg, azt pedig ugye a nővérek megkapják. Erről miért akarok videózni, hiszen ez nem éppen publikus, hogy milyen ajándékokat adok nekik, viszont mindig a samondó voltam, hogy a pénz az nem éppen egy jó ajándék, amikor csak lehet valami tárgyat adok az én nekik, ami ugye őket jellemzi, és itt a bombon, mivel az a kedvesség, és nekem ez egy nagyon jó ajándék, bort is akartam volna nekik venni, viszont mivel nem vagyok 18 éves, ezért nem. De szerintem lehet, hogy nem is örülnének. Közben itt a kocsira rá van írva, hogy Orbán, te MRDK. Ja, ez nem magyarul volt, ugye? De a 01G jelenti Orbán Viktornak ezt a lázadás ellen. Én se szeretem őt, nem mindegy. Viszont nem is ez lenne a lényeg, hiszen nem politizálok, nem szeretek ebből belemenni. Viszont azt elárulom nektek, hogy én azt akarom, hogy egy szép világba éljünk, ahol nincs se rabszolgatörvény, se semmi ilyesmi. Na de nem sokára folytatjuk. Raffaellót választottam, többet mond minden szónál. Ez szerintem tökéletes ajándék lesz neki. Na de nem sokára már tényleg ígérem, hogy itt lesz anya is velem, de hát na. Ez egy jó hosszú vlog lesz, viszont jó őszinte is egyben. A legelső őszinte dolog, amit el akarok nektek mondani, az az, hogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt vagytok nekem a csatornán. Örülök, hogy ennyien fel vagytok iratkozva, és írtátok, hogy tényleg egyre jobb videós vagyok. Hát meglátjuk, köszönöm szépen a pozitív visszajelzéseket. Legyen szép napotok addig is, és tényleg nem sokára jelentkezem még. Puszika! Itt vagyok anyánál, és most látja először a hajamat. Mit szólsz? Szuper. De most úgy nézek ki, mint te fiatalon, igaz? Majdnem. Mondjuk én egy kicsit magasabb vagyok tőled, mert úgy olyan voltam. Hova fogyjuk? Nem kell fogynod, nem mondtam, hogy fogynod kell. Á, jó, nem voltam vékonyabb. Pár kiló. De mivel anya magasabb volt. Egyébként igen, szuper. Na, anyának is ilyen haja volt régen. Hasonló volt, igen. Csak neki rövidebb. Neki rövidebb volt. Úgyhogy levágattam ilyen kis tépetre is. Mondtam, hogy pánk volt, és ilyen tüsi haja volt. Nem hittetek nekem, de mondd el, hogy pánk voltál. Igazából. Hallgatta. Hallgattam. Depes Mood koncert. Az is megvan. De az nem igazán pánk, de mindegy, ez inkább olyan rock. Az szinti pop. Igen. Volt egy barátnőm, Melinda is, mert rengeteget hallott. Meg a Kocka Erika is volt, aki... Ő sohse. De beöltözött néha egy-két fényképre, azért láttam. Csak beöltözött, és sosem mindegy. Volt az. Nem baj. Ő csak a külsőleg maximum. Tudom. Na igen. Viszont anyának elvileg tetszik az új hajam, de még mindig nem szokta meg. Viszont yes. Az, hogy lett fufrum, nekem nagyon fura, hiszen kicsinek... Igen, mert ilyen csodálatosan szép arca. Na de most... Viszont kiskoromban mindig volt fufrum. Köszönjük, hogy végignéztetek minket. Még lesz. Jó, hogy dolgunk van még itt. Még lesz majd egy kicsi vlog. Országunk szívében. Igen. Úgyhogy... Azt nem értem, hogy miért vagy fel mindig a rúg. Kis karácsony. Ja, még egy ilyen kis apró információ. Ma 23 óra, 23 perckor kezdődik el a csillagászati tél. Ez az év leghosszabb éjszakája, és innentől kezdve, tehát most van a fény ünnepe. Igen. A Krisztus születése, a fény ünnepe igen. Születése pontosabban, tehát... Ennyi legyetek jók! Majd anyárom, hogy csatolok be egy fényképet, ahol nagyon jól nézett ki még fénykorában. Mindig most is. Szerintem. Na, üdvözlök!
Sziasztok! Sziasztok! Felvásároltam anyával a létező összes hobbiboltot, ebből majd lesznek DIY videók, gyöngyfűzés, nyakláckészítés, karkötőkészítés, és egy ilyen kis karácsonyi dísz. Nagyon jó díszek vannak, nagyon szép lesz majd a videó. Ezzel le is zár a Festi vlogomat. A Festi vlogomat ezzel le is zárom. Lassan megyünk hozzá, de még beugrunk egy-két helyre. Pláza, meg ilyenek. Jó, egyébként nem vagyok annyira plázabacska, de azért néha szeretek szétnézni ott. Na hát, hát rengetegen benne lettek a videómban. Remélem tetszik nekik majd. Legyetek jók, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek meg. Nézzétek meg a többi videómat, és sziasztok! Puszi! Legyetek jók! És igen, anyámnak tetszett az új hajam. És sziasztok, zárásképpen még anyámmal elfogyasztottunk egy hotdogot is, ami eléggé finom lett. Sziasztok!